Kedves barátaim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Előre bocsájtanák néhány dolgot. Az egyik az, hogy bár lehet, hogy néhányan örülnének neki, de nem sérültem meg, tehát ez egy, ez egy lazúr, ami egyelőre nem akar lejönni a kezemről. Ugye amúgy is itt az Egység Közösségi Áznak az építkezésén vagyunk továbbra is, ahogy múltkor Király Rolanddal. És ebből fakad rögtön a következő dolog, hogy, hogy ígéretemhez híven nem lépek a podcast gyártásoknak a, 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 a ezzel az, amúgy is kedvenc szavammal amúgy, de hozzáteszem, hogy hogy nem lépek tényleg erre az útra rá, amúgy is azt gondolom, múltkor érintettük Rolandra ezt a témát, hogy a, a férfi társadalomnak egy nagy része egyszerűen ilyen műsor, tartalom, tartalomfüggő, tehát ilyen tartalomfogyasztási függő, legalábbis az én olvasatomban. illetve hát ezt kell még előre bocsájtanom, hogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki az Egység.net nevű oldalon támogat engem és minket, mert mind technikailag, mind bárhogy, ez a beszélgetés most ezért adható közre. Illetve még egy negyedik dolog, hogy az fenntartom ö, azt a, azt a kis egérutat magunknak, hogyha köhögő roham jönne rám, vagy éppen orfújás, akkor ott lesz egy vágás a beszélgetésbe. Mert két-három hete nem tudok ebből a csodálatos taknyomnyálam egybe folyik dologból ki kikeveredni. Na, most már akkor ezek után bemutatom nektek Balla Attilát, akivel nagyon-nagyon régen, 15 kötője, 20 éves távlatba ismerkedtünk meg egy buddhista meditáción, és hát azóta töretlenül tart, ami nagyon furcsa kapcsolatunk. Én azt gondolom, hogy üzenbiztosan ki tudjuk szlengesen mondva egymás vérét szívni, és hát hogyha ezen egy kicsit az ember túllát és, és túl gondol, akkor a mélyebb dolgokban is azért talán, hát ha nem is hiánypótló, mert remélem, hogy ilyen hiányos senkinek nincsen, de nagyon érdekes lehet ez a mai kis beszélgetés, ami nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. Most itt helyi idő szerint 10-kor kezdjük, mert egy csomó dologban vélhetően nem értünk egyet, vagy nem hasonlóan látjuk a dolgokat, ö, de, de lehet ezekről képzeljétek el, nem tudom a kedves nézőknek. Ö, hogy ez mennyire lesz érdekes, de lehet ezekről akkor ilyen formán normálisan is beszélgetni, és ezzel rögtön akkor egy megalapozó témát hoznék be, Attila. Én, én úgy gondolom, hogy, vagy nem az úgy gondolom, mert ebben biztos vagyok, hogy szeretnék írni egy dalt arról, mindig följegyzetelem a telefonom, hogy milyen dal témáim vannak, és ennek a dalnak az lesz a címe, hogy veszekedés. Uh -huh. És még egyszer mondom, ez jutottam most az eszembe, hogy vannak valószínűleg témák, amiben nem egyfelé tekintünk. És a világ egy nagy veszekedésé vált az én olvasatomba. Tehát a youtube az például most már azt csinálja, nem tudom ezt észrevette de vagy veled is ezt csinálja-e, nekem nem kell feliratkoznom sehova, hanem bármit, amit ránéztem, utána egy ideig olyasmiket ajánl nekem, vagy konkrétan azt a csatornát is. És hát néha azért én belefutok ilyen közéleti dolgokba, már, már politikai dolgokba, videókba, stb. stb. És utána azokat a csatornákat egy ideig folyamatosan ajánlja nekem. Nyilván fankadaliként ezt érdekes megélni, hogy aki meg rám föl van iratkozva, annak nem is szól, annak nem is szól, hogyha valami új felkerült. És ezeken na napi szinten ledöbbenek, mert még hála Istennek még tartott az inger küszöbben, hogy küszöbben majd le tudok döbbenni ezen, hogy, hogy tényleg, tehát, tehát kizárólag egymásnak a fricskázását látom, csak ezt a, ezt a egyszerű szóval, ezt a pártoskodást, ahogy én szoktam mondani, ezt a piros-kék csapatos dit, és, és semmilyen olyan felületet nem látok, ahol a különböző világlátású emberek, ember ez méltóan, mint ahogy az a baj, hogy nekem van ilyen beöntésem is, és most már tényleg át fogom adni a szót, de nekem ilyen beöntésem is van, hogy én például olvasgattam ilyenek, hogy szépirodalmi világból költők, írók, akik nagy vitába álltak egymással dolgokba, különböző dolgokba az hmm. életterületén, azok hogy leveleztek például egymással, vagy hogy szólították meg egymást, akár nyilvánosan is, stb. 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 Na hát, Hát jó nagyot fordult a világ. Te, te hogy látod ezt a, tényleg ez egy ilyen bevezető kérdés, hogy te ho hogy látod most így ezt az egészet az alapján, amit mondtam, hogy számomra úgy olybá tűnik, hogy egy nagy veszekedésé vált az egész közélet. Hát üdvözlök én is mindenkit benneteket, köszönöm a meghívást. Uh... Hát, ha viszonylag egyszerűen akarnám elintézni egy egyszerű válaszsal ezt a YouTube-os példát, akkor azt mondanám, hogy üdv az algoritmusok világába, és akkor tulajdonképpen ez keretez is ezt az egész bevezetőt, amit mondtál, de nyilván néha sokkal több minden van. És leginkább én itt arra tudok gondolni, hogy ez, ha egy nagyítóval végignézzük mondjuk a 80-as, 90-es éveket, amikor, ha úgy tetszik, mi voltunk gyerekek, akkor viszonylag egyszerű keretek között láttad a, a téged körülvevő világot, nevezzük ezt az országunknak vagy társadalmunknak. Hát az Le, utcádat. Abszolút, lemegyünk egy réteget, akkor a családodat, és akkor leérünk a legvégső rétegre, ami voltál te. Ezek viszonylag egyszerű keretek között mozogtak, volt nagyon sok összetevője, de mégiscsak, a nem voltál elárasztva azzal a mennyiségű információval, adattal, ingerrel, amivel most el vagy árasztva. És ez a, ez a, rengeteg inger, amiről most átváltunk, hogy eltelt közel 30 év, most pedig abban vagyunk, hogy tulajdonképpen azt a döntési mechanizmust, vagy döntési képességet, hogy te édesanyád vasárnapi ebédjénél egy menüből választottál, választhattál, és ha az nem tetszett, vagy nem ízlett, akkor így jártál, Na most ehhez képest ott vagyunk, hogy ötből választhatunk, körülbelül a vasárnap. De, 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 nem erőség. fog menni. Nem fog menni, de ha nem fog menni, az előállít egy olyan jellegű ingert, vagy szorongást benned, amitől tulajdonképpen mindig ott lesz, hogy tényleg jól döntöttem, nem jól döntöttem is. Ez a döntési képesség, ez tulajdonképpen eljutatta most, eljutatott minket is odáig, hogy rend nagyon-nagyon széles spektrumban vagyunk befolyásolhatóak, és nem csak a menüvel, hanem minden mással. Akár általad említett például, hogy ez a kék-piros csapatos dival is, meg kell próbálni ettől a félelemgyártól, vagy embergyárból, ami most politika, média, társadalmi szinten, emberi kapcsolatok szintjén előállt, meg kell tudni olyan szinten távol maradni, hogy a döntés próbáld meg, hogy mindig a tiéd maradjon a sor végén. De a veszekedés ebből a szempontból és a káosznak a fenntartása, az most szerintem abszolút egy, nem szép ezt kimondani, a leg célra vezető eszköz jelen pillanatban mindenhol. Emberi kapcsolatokban, a társadalomban, a politikában, a munkahelyen, mindegy, hogy melyik szintet vizsgálod. A nézőknek most már akkor elárulom, mert rögtön az elején valószínűleg értsó, a világén nem bántanálak meg ilyen, de nem biztos, hogy mindenkinek beugrott az, hogy Balla Attila az ki lehet. De még az is lehet, hogy nagyon keveseknek. Pedig hát olyan szempontból, mert te is már-már közszeleprői szintre léptél, hogy egy szép napon, nem is olyan régen, én arra ébredtem, hogy az összes nagy ö, ö, hírportálnak te voltál a címlapján. Tehát ez nyilván lebuktatott most engem, hogy nem véletlenül hívtalak meg erre a beszélgetésre, ugyanis, hogyha én nagyon eszenciálisan akarnám összefoglalni, és természetesen te ezt vissza, visszautasítod, de a látható térben jelenleg a, a legvilágra szólóbb, a legismertebb, a leglátványosabb és a legnagyobb számomra kérdőjeleket felvető AI dolog, mesterséges intelligencia dolog, az részben hozzád köthető, és ebben most még nem fogunk belemenni, csak elmondtam így a kedves nézőknek, hogy mi az egyik fő oka annak, hogy most itt ülünk. Hát akkor haladjunk tovább itt a forró té témák felé. Biztos, hogy hallottál már erről a fickóról, akinek most nem jut eszembe a neve, nagyon röstellem. Minden tele van. Friderikusznál is volt, meg alapvetően minden tele van vele. Napi szinten lehet látni a sajtóba. Ez a fickó, aki egy ilyen úgynevezett generáció Kutató. kutató. És akkor nem akarok a kedves nézőknek itt izé mellé beszélni, cinikus se akarok lenni, de nyilvánvalóan neg negatív gondolataim is érzem. Jaj, közben a. Opa, a mikroportom, de reméljük, hogy még van a hangom. Szóval a, a mindig előadja a szép mese, mese mátkákat. A legutolsó, amit hallottam tőle, az most arról szólt, hogy hogy miért nem tudnak várakozni a mai fiatalok, és Én gyönyörű szépen, tényleg már-már irodalmian előadta azt, hogy hát, hogy ez mennyire érthető, mert hogy, hogy mi még, most nem azokat a példákat mondom, amit hmm. ő mondott, de nem kell messzire mennem nekem se, crossbar telefonok voltak ezen a vidéken, 17 évet vártak egy telefonra a szomszédaink, akkor... Mi 20-at, akkor, akkor, akkor apám még a, a, a két ütemű sárga varvúra, szerintem arra is egy 10 15 Trabantokra, stb. stb. Van egy ilyen ö, szocializ. és eddig, eddig az ő tényszerű elmeséléseivel nekem eddig semmi bajom nincsen. És a utána mondja tovább, ami szintén még mindig tényszerű, hogy a mai fiatalok hát nem tudnak semmi, mindent azonnal megkaptak, stb. stb., mert amit mondtál, a kínálat mellé fölsorakozott a, a, a sebességnek is, hmm. ez az elképesztő dimenziója. És itt az ő történetének itt pontot tesz, és ezért vagyok én negatív érzelmekkel e felé az előadó felé, vagy gondolatokkal, mert szerintem nagyon káros az, hogy, hogy mindenhol az én olvasatom a maximálisan konfliktust kerül ez az úriember, és és abszolút nem megy bele abba, hogy most a kettő közül válaszunk, hogy akkor melyik irányba kéne inkább menni, hanem ő csak megállapítja ezt, hogy ezek érthető dolgok, mert hogy a világ akkor ilyen volt, ötö, 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 ötö. és végnéztem három-négy előadását, tehát még egy 6 órányi anyagot már hallottam tőle, és még csak nem is tesz utalást arra, sőt, mi több kihangsúlyozza, hogy hát ezért ne törjünk párcát egymáshoz, hozzáteszem ebbe egyetértek, és nem is kell de afölött, a a körülmények fölött azért mégiscsak valamilyen fog, legalább megítélni, ugye meg kellene a dolgokat szerintem, és ez a kérdésem, amit felvezetek most hozzá, hogy te hogy látod ezt az egész, nyilván egyikünk se olyan lüki, hogy a régen minden jobb voltba beleessünk, és nem is próbálnálak téged ilyenbe beletenni, de neked mi az az egy-két-három dolog, ami akár a fiatalsággal, akár mi velünk ilyen középkorú emberekkel kapcsolatba följön neked, hogy, hogy, hogy mi az, amiben talán talán mégiscsak vissza kéne nyúlni egy kicsit az időbe. Egyáltalán van-e ilyen neked? Vagy te hogy látod ezt az egészet? Megfelelő számodra ez a, ez a, ami, ami, most zajlik? És nyilván azért nagyon tág a kérdés, mert arra vagyok kíváncsi, hogy elsők között mik jutnak eszedbe. Ez figyelj, legelőször az eszembe jut, az valójában az, és amikor az ember a fiatalkorára vagy gyerekkorára gondol, vagy arról kell, hogy beszéljen, akkor picit ez olyan, mint a férfiaknál katonosság, hogy egy kellő mennyiségű romantika ezt mindig áthatja, mert fiúgyerekként elmondja az ember magát, hogy én voltam az utcában a legnagyobb csibész, ezt csináltuk, ilyen történések voltak, tehát egy ilyen kellő, ebbe a 20-30 éves tábladban mindig egy ilyen kellő romantika ezeket a dolgokat átszövi. Egy dolog biztos, hogy megváltozott, és ehhez nem is kellett túl sok idő, talán ez a két, két generációnyi idő elég volt: hogy azon túl, hogy az ottani körülmények és az ingerek, amiről az előbb beszéltünk, azok nyilvánvalóan halmozódtak, és ezáltal gyengítették az embert, egyént is, mindenkit, meg a társadalmakat, emberi kapcsolatokat. Most ott tartunk, hogy a szerepek is átalakultak, és most nem akarom ezt elvinni túlságosan mainstream irányba, de leginkább arra gondolok, hogy az én szüleimnek velem kapcsolatban tizenévesen vagy általános iskolás koromban tulajdonképpen két dologra kellett, hogy figyeljenek. Egyrészt, hogy a napi jólétem az tulajdonképpen meglegyen, föl legyek öltözve és rendesen elmenjek iskolába. És volt egy másik halmaz, hogy mi lesz a gyerekből. Na most ez én azt látom, két gyermekes apaként, és a, a nagyobbik gyermekem, a fiam az éppen nemrég volt, egy hete 14 éves, hogy a mostani szülőknek ez a fajta hozzáállása, vagy ez a fajta szerepe, ez olyan tekintetben mindenképpen átalakult, hogy túl ezen, hogy erre figyelnek, és ez talán tulajdonképpen háttérbe is szorult, leginkább arra kell figyelni, hogy a most kialakult világ által okozott testi vagy lelki egészségük az milyen szinten maradjon épp. Magyarán nem kevésbé vagy nagyon ritkán beszéltünk még szorongó emberről, vagy szorongó gyerekekről, vagy ez a fajta félelemfaktor, ami a veszekedéssel indítottuk ezt a mai beszélgetést, ez ugye rátelepedett az emberre, és most sokkal inkább az a kihívás a szülő, az iskola és a környezet részéről egy gyerek irányába, vagy egy fiatal felnőtt irányába, hogy ez a fajta szorongás, ez ne alakuljon ki benne. És ezt nem csak a család állítja elő, ezt nem a család állítja elő a gyerekbe, hanem minden, amit az előbb beszéltünk, minden, amit tulajdonképpen körülvesz egy gyereket, vagy körülvesz egy fiatal. Tehát a legnagyobb változás az biztos, hogy ebben van. És ez nem csak a gyerekre igaz, ez, én 45 éves leszek, ez tulajdonképpen most már belépett ebbe a térbe, most lehet erre biztos húzni egy origót, hogy ez most mikor történt, dátumilag, vagy mikor került ez ilyen szinten felszíre, de ez tulajdonképpen most már az embernek tulajdonképpen egy ilyen mindennapi küzdelme. Ez a fajta szorongás és ennek a fajta egy egyfajta, vagy erre irányuló ilyen küzdési képességek, meg, megküzdési képességnek a kialakítása is. A legnagyobb feladat, hogy félelmet ne nevelje a gyerekbe, mindezt úgy, hogy ezt a szorongást, meg ezt az egész ilyen negatív légkört valamilyen úton-módon le, le tud róla venni, le tud róla elmenni. Tehát a legnagyobb változás én tulajdonképpen én, én ebben látom, túl azon, hogy most ki milyen formában, és ezt értsd út, hogy ki milyen formában éli az életét, hogy minden azonnal van, mindent azonnal szeretnénk, és ki mit tehet meg, ez mindig egy ilyen nagyon állam, legalábbis egy nagyon szubjektív dolog, hogy most, Megteheted-e azt, hogy televásárod a gyereknek a szobáját, akár már pelenkás korától mindenféle játékkal, biztos, hogy attól jobb lesz neki. De a, leg, a legtranszparensebb, vagy a legjobbnak, legélesebbnek tűnő változás, az biztos, hogy az, hogy ebből a formátumból, amiről beszéltünk, a mi gyerekkorunk irányából átalakultunk abba, hogy mindenki ezt a szorongó, feszítő érzést kell, hogy oldja napi szinten. E, munkahelyen, párkapcsolatban, pár napi életben és a többi is. Hogyha most konkrétumot kérdeznék, akkor most ilyenekre is gondoltál? Az én egyszerű paraszt agyammal most azért, hogy beugrottak ezek. Nyilván nekem ezt ilyenkor le kell szimulálnom, mert hála Istennek egy-két dolgot sikerült elkerülnünk otthon. Nem lettek a gyerekek Fortnite függők, nem akartak 200 ezer forintos cipőt, és nem érezték kisebbnek magukat, hogyha nincs nekik olyan, stb. Mm. De most ezeknek a sorát is gondoltad ide? Abszolút. Abszolút. És ebben nyilvánvalóan van egyfajta szülői, vagy családi felelősség. De ezeknek. Bo bo bocsánat, a Daniela egy pontos veszővel, hogy kérdezzek vissza, mert ez nagyon-nagyon érdekes ez a téma, amit említettél, ez mindig téma érdekes, de hogy, hogy volt ez a közbeszédbe, ez az elszólás, az utóbbi, ö, nem így mondom, az én életemben mindig hallottam ezt, hogy korábban azt mondták, hogy hát a pedagógusoknak, úgymond semmi ö, komolyabb dolga nincsen a, 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 példamutatáson és a tanításon kívül, mert az erkölcsi etikai alapokat úgyis a család adja meg a gyereknek. Ez az én gyerekkoromban hmm. ez egy standard volt. Ez biztos többféleképpen fejezték ezt ki, de ez volt tulajdonképpen a tartalom. És úgy gondolom, hogy ez teljesen megfelelt a valóságnak, mert úgy röpült volna apám faklumpája, hogyha én nem vagyok tisztelette és a szomszéd Marika néni, vagy atyaig. Hmm. Én azt gondolom, hogy ez 20 év alatt ez a jelenség, amit most elmondtam, ez felszámolódott, apró gyerekek 8-10-12 órákat töltenek az iskola falai között, hogyha még a sportot is hmm. beleveszünk, akkor tényleg a 12-be is belecsúszhatunk, reggel fél 8-tól meg 3-4-8-tól, hogyha kiszámoljuk. És, és gyakorlatilag otthon van egy ilyen, egy ilyen fürdetőidőszak, kicsi gyerekeknél fürdető, lecke átnézés, talán egy közös vacsora, de lehet, hogy nagyot mondok vele. És, és, hát, és hát az jön ki, hogyha egy diagramba ezt ugye nézők tudják, hogy fétisem a diagramok, akkor az jön ki, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy rész az ugye az iskolába, egyrészt az ottani gyerekek között, meg a, a tanítók között, és hát a, a, az, hogyha most az órába kifejezzük, hát a szülőkkel szinte semmi. Tehát ebbe abszolút hagytuk belevezetni magunkat szerintem, az én meglátásom szerint ebbe a dologba. Na most akkor kitől tanulja meg ezeket a gyerekek, hogy hogy, 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 kezelje le az általad említett dolgokat, vagy csak annyit, hogy a Marika ne úgy beszéljen, mint amit most láthatunk nyilván az én Világlátásom szerint ezért vagyunk egyrészt nagy válságban, mert most, aki nem úgy beszél a szomszéd Marika nénivel, mint hogyha a seggévő húzta volna ki, vagy legalább köszön ki, vagy van, ezek már ilyen óriási mm. dolgok, ezt most kitől kéne megkapnia a gyereknek? Ugyanúgy a szülőtől abba az egy órába este, amit találkozik a gyerekkel? Ugye, szerintem az hibázik, vagy hibázott, aki ezeket a kereteket elengedte, független attól, hogy mi történik az iskolában, mennyire változott egy mai gyereknek az időbeosztása, vagy az életvitele ahhoz képest, hogy uh, tulajdonképpen én soha életemben például nem voltam napköz is. Tehát elmentem az iskolába, vége volt az órámnak, haza, és akkor maximum utána sport vagy bármi, de soha nem voltam napköz is. Na most ehhez képest uh, a mai gyerekek, így ahogy mondod, fél nyolckor suli. Még ne, külön óráról nem beszéltünk éppen, vagy milyen, milyen áldatlan Nekünk állapot. van olyan nap, amikor Na. nyolcra érünk hozzá. Tök jó, nyolc óra. Egyrészt alkalmatlannál teszed a gyermekedet is, és saját magadat is arra, hogy ez, ezek után még bármilyen ez a, ez a hangzatos minőségidő előálljon. Oh, oh, ez igen. az egyik része. Igen, igen. A másik része, hogy nem elég, hogy ezeket a kereteket mm, elengedte, és ezzel hibázott az a szülő, vagy az a család, aki ebből, az idők folyamán hagyta ezt az egész dolgot kimozogni, de tulajdonképpen az iskolai kereteket, a tanárnak a, az imágóját, a szépen elkezdtük ezekkel a dolgokkal tulajdonképpen fel is oldani. De mire gondolok itt? E, valami rosszat csináltál az iskolába, lehet, hogy a tanárod még a padok között le is kevert egy füles neked, akkor mi történt? E, maximum kihúztad magad, mm, vége volt az órán, kicsöngettek, hazamentél. Na most, ha ma egy ilyen dolog történik, és pofátlan voltál azon a technikórán teszem hozzá, tehát ez, hogy most megérdemelsz egy fülest, ezen lehet mm, gyerek, gyerekjogi kérdésekkel vitatkozni. Én azt gondolom, hogy én, amit fülest kaptam az iskolában, azt tudja, hogy mindent me me megérdemeltem, és uh, talán így vissza, visszagondolom, jó is, hogy kaptam őket. Ma Ha ma egy ilyen dolog történik az iskolában, akkor jobb esetben nem viszik el a gyereket az iskolából, de hogy a tanárt azt egy olvasatban biztos, hogy megkurcolják. Tényleg a tv 2 RTL-klubban, mi minden. Ez megjelenik. Na most mit csináltunk, tulajdonképpen ezzel? Minden olyan az eszközt, amiért te a családod mellett, vagy a családi lét mellett, a családi idő mellett iskolába adod a gyerekedet, és ez már rovodára is igaz, az összes olyan eszközt, ami, ami miatt odadod az iskolába, a tanártól elvetted. Magyarán ők már visszaszorultak arra a pályára, hogy kinyitjuk a tankönyvet, bekapcsoljuk a diavetítőt, leadjuk a tananyagot, megpróbálunk legalább az órán 40 decibel alatt tartani a tömegzajt, mert mindenki ugrál, dumál, jelentkezik, eszik, iszik, kikéreckedik, stb. stb. Mert látom, hogy mi történik most a mostani korosztályba. És tulajdonképpen ezzel le is zárult a tanár feladata, plusz. Megpróbál minden, 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 tanár, most már azt látom, hogy úgy egyensúlyozni, meg úgy, úgy kiegyenlíteni, hogy még véletlenül se, tehát hogy még véletlenül se menjen bele abba, a, vagy érintse már azt a térfelet, vagy azt a szinteret, amit most már úgy gondol a társadalom, hogy egy az egybe csak a családi. Tehát ezzel tulajdonképpen egyszerre két dolgot rontottunk el, azt gondolom. Azért, azért az kemény lehet a nézőknek is belegondolni abba, ha méltóztatnak belegondolni abba, hogy nekem Nekem az első napon, az iskolában, 1989-ben, hát akkor az tényleg durva volt, és amúgy most nem is mondom ki a vezeték nevét, egy Tamás nevű osztálytársam, aki egy is srác volt, de valamiért, hát, na, valamiért így jött ki a lépés, egy baz eleresztett. Na azért az 89-ben, az most se kutya, szerintem, de 89-ben az nem volt semmi. És Manyi néni megfordult, és így visszakézből, mi voltunk az utolsó osztály amúgy, tehát hallásban már lehet, hogy nem volt annyira ott szegényként, és visszakézből engem úgy megküldött, hogy a két első fogamat úgy kiköptem, hogy meg se találtuk. Tehát, <laughs> a Tomi megúszta amúgy, de én kaptam ezt sajnos. Na most egy ilyen, az, az aznap este én úgy gondolom, a híradóban lenne így 2024-ben egy ilyen történet. Na most én Manyi nénire egy nagy szeretettel gondolok vissza a mai napig, mert olyan olyan dolgokat kaptunk tőle, meg olyan keretet adott így a... a, a na, be Hol, De csak, egy, csak egy gondolat, ezzel nem a gyerekbántalmazásra tüzére te öntünk még olajat, tehát félre sem senki. Csak nem hogy, hiszem, hogy az a fajta keret, amiben működött, meg működtünk néhány évtizeddel ezelőtt, ez az egész, és ide tényleg mindent bele lehet sorolni, ez az egész mainstream családpolitikától kezdve minden-minden-minden megközelítés, ez tulajdonképpen feloldotta. Minden szintén. Akkor ebből következik a következő kérdésem, és természetesen aladni fogunk a digitális dolgok felé, de amit mondtál arra, nagyon rímel az, hogy tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy a tanároknak kivettünk minden eszközt a kezéből, én ugyanezt látom a rendőröknél is, és most nem is a klasszikus bűnözési elemekre gondolok, mert természetesen ott is, de hogy Magyarországon jelen tudásom szerint még például a marihuána, az még mindig, hála a jó Istennek, drognak minősülés és üldözendő, és a Telexen meg olyan interjúk jönnek le, ahol mondjuk elmondja egy fickó érted, hogy ő díler, meg dílerkedett érted. Tehát, hogy minden második videóklipbe szívják a füvet. A, a, a pogány kezdve a leghíresebb repes Instagramon szívják a füvet a sztoriukba, stb. stb. Milyen, milyen én, az, én azt gondolom, már amennyire ismerek kecskeméti rendőröket, meg, meg úgy az egész rálátok, ami nyilván csak korlátozott, de szerintem mondjuk Kecskeméten az összes dílert össze lehetne egy délután alatt hajtani, érted? Egy 120 ezres városba. Akkor az, az, Budapesten mondjuk akkor az egy hétnyi munka lenne, és mégse történik meg. Szóval nagyon nehéz ez a téma. Mehetünk is tovább olyan szempontból, de még mindig egy kicsit az iskolánál maradva. 16 évemet nem tudom, hogy betöltöttem-e akkor, amikor, amikor is az első osztálytársam megjelent egy 3210-es mobiltelefonnal. És a 3210-es mobiltelefonról azért az öreg motorosok, mint mi, meg a nézők között talán legendáris szinten tudják azt, hogy, hogy a kukacos játék az ott volt rajta. És amikor én mondom, ez idézőjelben 16 éves voltam, akkor ez az osztálytársam, Ö, már töri órán, már inkább a, a töri helyett, nem rosszalóan mondom ezt, inkább csak tény megállapításként, ez egy helyzet volt, ő már nyomkodta a kukacos játékot, ez, tehát akkor ez, hogyha most ezt kiszámoljuk, 41 éves vagyok, számológépeket elő, ez 25 évvel ezelőtt volt, amit hogyha most egy kicsit így hangulatot akarok csinálni, akkor úgy mondom, hogy negyed évszázaddal ezelőtt. Na most az én világomban, ami egy fantázia világ, nem kell egy nézőnek sem megijedni, hogy jön a Fankadeli világa, mert nem jön, nagyon úgy tűnik, hogy nem jön. Az én világomban ez úgy nézett volna ki, hogy ezt elmondja a töri tanár a tanáriba. Ez ott elterjed, telnek a hetek, telnek a hónapok, még történik pár ilyen eset, az onnantól az akkori, nem tudom akkor mi volt a tankerületnek jogilag a megfelelője, mm. ez elkezd szivárogni, ez az információ. Ez az én elgondolásom szerint, ez egy év alatt az információ, hogy ilyen történik iskolában, hogy ma gyerekek kukacos játékoznak a -e tanórán, és akkor még 25 éve, még nagyon más világ volt, csak olyan dologból, amit te említettél a korábbiakban akkor ez mondjuk egy éva alatt legrosszabb esetben, még egy nagyon ö, tényleg egy ilyen fos információ áramlás közepette is, de fölkerül a minisztériumba. És akkor még néhány hónap eltelik, és akkor ezt megnézi az akkori oktatásügyi miniszter, hogy itt mi a pálya, kikéri néhány szakértő véleményét, és határozatba valamilyen jogi formában nyilvánvalóan kiküldik Magyarország iskolájának a számára 1999-ben, hogy vagy 2000, vagy mit tudom mikor, tehát szóval ez a régi, igen, 90, hogy hát akkor innentől mobiltelefonokat iskolába akkor nem vihetünk be, itt a nézőknek azért, mivel gondolom nincs bekamerázva titkosan a házunk, tehát hogy nem, nem tudják a kedves nézők, mi a, a szlenges szóhasználatban amúgy abszolút egy kicsi család, tehát mi egy kocka, én egy kocka gyerek voltam, jó, és félig sportoltam, de félig kocka voltam, hat éves koromban kaptam az első számítógépemet, tehát még csak véletlenül se gondolja se a néző, Attila, te meg nem hiszem, hogy ezt gondolnád rólam, hogy én ilyen klasszikusan kütyű ellenes vagyok, és a többi, semmi ilyes, a bioszülőkben nagyon nem hiszek, stb. Hmm. stb nyilván a Waldorfot is halára szoktam kritizálni a bottologatásokkal együtt, stb. stb. De hogy, de hogy, 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 mi nyilván gondolunk a telefonokba borult gyerekekről, meg ezekről a generációkról sok mindent. Mit akarok mondani, és ez a kérdésemet fel is tenném. 25 évet késett el az én olvasatomban ez a törvény, ami most elindult, útjára indult. Az hagyján, hogy mi, miket váltott ki, és az már milyen korkörkép a társadalomról hanem azt akarom ezzel mondani, hogy a matematikai tudásom alapján nagyon-nagyon sok esetben, tehát valószínűleg több százezer embert érint, legalábbis több tízezer családot, hogy már olyan szülőknek kéne ezt a törvényt megértetni, elfogadtatni, beszélni a gyerekkel erről, akik már azok az osztálytársaim hmm. voltak korba, akik, tehát itt már nem az első generál, tehát itt már szülők azok, De. nagyon sokan, akik már nyomkodták a tele. Negyed évszázadot késett egy ilyen törvény. Hogy látod a magyar... Ö, nem is tudom, hogy kell ezt volna, és segíts, Attila, ez, ez, a, ez a jogi berendezkedésünk, vagy ez, mi, mi, milyen szép szó van erre, hogy ahogy a törvények alakulnak, ahogy formáljuk az életünket, a, azok az öltönyös bácsik, hogy, hogy milyen gyorsan vagy nem gyorsan reagálnak itt a dolgokra, mert, és még tudnék a mobiltelefonos törvényen kívül mondani két-három példát, amit most mindenkit megkivélek, amiben ugyanilyen gyorsan kellett volna, vagy kellene lépni, be se a mondatot, mm -hmm. és átadnám a szót. Szóval, hogy látott -e ezt? Egyrészt ez, pont, ez például a mobiltelefonok kérdése, meg az, hogy most ez a jogszabály ilyen szempontból megszületett, ami ugye kitiltja az általános iskolákból, középiskolákból, ha jól emlékszem. Mert középből is? Ott még nem de vagyok bizonytalan érintett... vagyok, én sem vagyok érintett, az általános iskolát tudom állítani stabilan hogy kitiltja, kitiltja a mobiltelefonokat, már a tekintetben nyilvánvalóan, hogy elmehet a gyerek reggel, csak, mobíla, le kell csak le kell adni, hol milyen módszert használnak. Ez nyilvánvalóan pontosan mutatja azt, hogy egyrészt mennyi idő alatt értünk meg rá, a te példád erre, ez egyéb iránt jó rámutatott, de a másik, amiről már itt beszéltünk, hogy a mai világ alkalmatlanná tette a szülőket arra, hogy e, enélkül le tudják kötni adott esetben a gyerekeket. Tehát magyarán eljutottunk oda, hogy ez a 8 órakor elindulunk, és este 8-kor érünk haza, akár a gyerek, akár a szülő egyszerre. Most Utá ki fogod mondani, hogy még azt a maradék egy órát is... Abszolút, abszolút, de hogy ezt ezzel Kosszat, szerintem de... kárszépíteni, és nem a maradék egy órát, hanem mindenki tulajdonképpen majd otthon ezt magába elintézi de hány olyan alkalom van, mondjuk hétfőtől péntekig, és ez nem magyar sajátosság, tehát ez a jelenünknek a sajátossága, hogy bekopogsz a gyereket szobájába, hogy aludni kéne, most már, és még nem egy órát a nyolc órától, nem, ez nem kilenckor történik meg, hanem fél tizenegykor. És másnap reggel pedig arról panaszkodnak a tanárok, hogy az osztálynak a fele, az rá van borulva a padra. Én ezt a mindennapokban ilyen szempontból, hál' Istennek nem élem, de nálunk is megvoltak ezek a játékok. Már olyan tekintetben, hogy végig kellett ezen menni, és kellett egyfajta keretet adni ennek a nevezük így kütyű használatnak. Itt azért hagyj jegyezzem meg azt, hogy, hogy, hogy ez tudom, hogy fontos kihangsúlyozni, egy mondat erejéig, ha pisziskedhetek, akkor tényleg ezt nem varhatjuk a gyerekek nyakába, mert az én édesapám azért kapott ki nagyon, az én nagyapámtól, mert ő meg rejtőjenőt olvasott a paplan alatt zseblámpával. Mm. Mit akarok mondani? A gyermeki kíváncsiság az akkor ak rejtőjenőt olvastak, mert nem volt más de nyilvánvalóan a időgéppel visszamennénk, és mutatnánk nekik mobilokat, pont ugyanúgy rákattannának. Tehát, tehát hogy... Ez abszolút így van. Ugye most megint mindig alá lehet bontani mindent különböző rétegekre. Itt ugye vannak, akik úgy közelítik meg, hogy semmi gond a mobiltelefonnal, csak felügyeljük, hogy mit néz rajta a gyerek. Na most kérdezem én, tehát hogy... <laughs> ö... Ez azért egy kicsit gomírozott. Van, van kontrollaplikáció, van szülői felügyelet, van minden van, de... tehát azért legyünk már... Szülők magunkhoz is őszinték, hogy egy 12-3 éves gyerek a, a, nem azon a szinten tart a, technológia oldalon, mint mondjuk a beszéljünk fiatal szülőkről, 35-40 éves apuka vagy anyuka. Tehát nem azt jelenti, hogy van benne szándék, hogy mindig kiátsza a szüleik, de hogy legalább azon a szinten, hanem előrébb tart ebbe a történetbe. Tehát ezek szerintem nem oldják meg ezt a kérdést, de visszautalva nem akarok a, politizálni de egy kicsit majd politizálj, de még, még, ehhez bocsáss meg, tehát meg amúgy is, hogyha most nekünk a telefonunk leküldi a, ilyen szép magyar szóval a hisztoriát, a Youtube-on akár, mm. miket nézett, hogy majd mi azt át fogjuk amúgy nézni, nem? Persze. Tehát a meló után pont átnézi mindenki napi szinten, Abszolút. Hogy miket néz. Azért mondom, hogy ez egy olyan lufi, amit fújhatunk még tovább, de valójában biztos, hogy nem lesz, biztos, hogy nem lesz vége. ez, ez, ez Átbaszott saját magadat. Lehetsz ezt, ezt, nekem kellett lehet ezt a Lehetsz abban is minden bizonyal fogalmazni. Először, először nekem is furcsa volt, amikor találkoztam ezzel. Nyilván azokban a körökben, ahol én így járkáltam, meg a, azokon a folyosókon, ott már hallottam, meg elhangzott, hogy van egy ilyen készülőben, ahol nyilván nyilvánvalóan korlátozni akarják az általános iskolai mobilhasználatot. És először furcsa volt, mert én Általában minden dolognak először mindegy, hogy miről beszélünk, az életszagú, az életszerű oldalát nézem. És mondom, mi van azzal a gyerekkel, akit hatkor elindulnak a szülők dolgozni, hétköznapi, nem kell nagy dolgokra gondolni, hétköznapi emberekről beszélünk, a gyerek egyedül fog elindulni otthonról a negyedikről, kulcsos gyerek, én ezt mindig így tudom megnevezni, elindulni, ne kisvárosról beszéljünk, ahol három salkot sétál az iskoláig, egy nagyvárosról beszéljünk, elindul. Buszoznia kell. Vég kell utazni a várost, vége a sulinak, anyáik még nem értek haza, mamáik nem abban a városban laknak, és tényleg nem akarom már tovább cizálni. A lényeg, a lényeg, az nyújt a szülőnek egy biztonságot, és a gyereknek is ebbe a párhuzamba, hogy van elérés, van kontakt. Tehát magyarán föl tudják egymást hívni, tudok jelezni, ne adj Isten, még látom is, ugye több applikáció már nyomon tudod követelni a szeretteidet. Ne, hogy ki ne arra úgy, Attila, hogy ide a mondat közébe ékelem, de hogy ez, ez fontos lehet, hogyha valaki fiatalam néz minket, hogy hogy, hogy, ez az, hogy ez, amit mondtál, erre én most bólogatok, miközben nyilvánvalóan azért érem más oldal ott van bennünk, hogy ez a közbiztonság leromlásával. Tehát ezt itt meg kell jegyezni, hogy az én gyerekkoromban nekünk nem volt ez a faktor, hogy anyám mennyire örült volna egy ilyennek, mert A pontból B pontba, hót egyedül, 12 e, évesen, kecskeméten, téged semmi veszély nem fenyegetett, mm. hogy ne tudjál jutni. Na most engedd el a gyerekedet. Abszolút. Tehát, Sokan félreértik, mert ugye ez. Nyújt egyfajta biztonsági érzetet nyilvánvalóan a mobiltelefon. Tehát ha valami jó van benne, akkor talán a, a, a kapcsolattartás biztonsági érzetét azt ilyen szempontból nyújtja. Most a szó klasszikus értelmében értem, nem az, hogy zoomon az amerikai nagybácsival, nem tudom én, az is egy pozitív hozadéka. De hogy ez a fajta, ha már szülő-gyerek kontextusban maradunk, vagy család kontextusban maradunk, akkor kapcsolattartás az abszolút pozitív. Na de ma ezt már, Isten igazából, hogy tudod megtenni? Tehát nekem ez volt az első életszerű javaslat, hogy oké, hogy mindenkitől elveszük a mobil, de hogy akkor mi fog itt történni. És utána, utána olvastam, megnéztem egyéb iránt a feleségem unszolására azt a tanulmányt, mert ennek van egy komoly megalapozó kutatása, ami... 25 é... év alatt elkészült a tanulmány? Nem, nem, nem ekkora, nem ekkora életciklust vizsgáltak, de néhány évet, tehát talán egy, egy 5-6 évnyi kutatási alátámasztása van, és borzasztó dolgok derülnek ki belőle, hogy... Nem önmagában a mobiltelefon és a... de nem kezd így ennyire megbuduzni, hanem hogy önmagában az eszköznek milyen e, figyelemelterelő és milyen olyan jellegű negatív hatásai vannak, ami igenis azt a fajta keretet, amit tulajdonképpen az iskola... Tehát már elvettük a tanároknak az eszközrendszerét, beszéltünk arról, még betoltunk egy valami sötét a mobilokkal a suliba, tehát végképp nincs jelen a gyerek, és akkor azt várjuk, hogy az iskola tulajdonképpen ellássa azt a feladatát, amit mondjuk 20 éve, 30 éve, 40 éve el tudott látni. És próbál embert, vagy valami irányultságot a saját gyerekeinkbe beletenni. Na most, de most a te akkor én biztosan nagyon jól csináltam valamit, de itt azért meg kell amit az első egy-két témánk alatt nem egyeztem meg, hogy tőlem sajnos tényleg ezt látom, hogy nem félnek a gyerekeim. hogy <laughs> 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 nekem pedig én ah. szerettem volna elérni, de ez, ez, csak, hogy egy kicsit így mosolyogjunk, ezt azért jegyeztem meg. Na most akkor menjünk egyre tovább. <laughs> Uh, már ne aggódjon a néző, ígéretemet betartom, lesz itt Attila provokálva. Uh, uh, amikor a Photoshop még olyan 3 négyes verziónál tartott, igen, sajnos ilyen matuzsálem vagyok, már akkor nyomkodtuk, és aztán amikor megjött bele az a verzió, hogy a klónozó pemzli, akkor, akkor kicserélgettük be, és egyik ilyen nagyon kocka barátomnál volt egy szkenner, akkor beszkenneltünk osztályképet, meg ilyesmit, és kicseréltük egymás fejét rajta. És még akkor még mindig azt kérem tőled, hogy legalább egy, egy ilyen kis téma erejéig, akkor még, még, ne a ti mesterséges intelligencia dolgotokba fogjunk bele legfőképpen azért, mert előtte majd meg szeretném kérdezni majd tőled azt, hogy te egyáltalán mit tartasz a mesterséges intelligenciának, de mondom még, még lankásan menjünk fel erre a egyre. Ö, szóval, szóval már én gyerekként megtapasztaltam ezt a dolgot, és már ott ki kell hangsúlyoznom, hogy míg mi a fiúkkal nevettünk, ö, teljesen, és akkor még nem volt LMBTQ propaganda, mm. stb. stb. Ö, de volt olyan, hogy egy lánynak fiúval vagy fiúnak lányjal cseréltük ki a fejét ott photoshopba és az nagyon nagy megütközést keltett ő bennük. Nem a környezetben, hanem nem tartották viccesnek, lehet, én se örültem volna neki, hozzá és ö, és ezáltal, ahol most tartunk, a, a, a ezekkel a különböző képfeldolgozó programok, tehát mit akarok mondani, már akkor apróbb sérülések, akár egy gyerek lelki világába ö, képződhettek. Na most ehhez képest, ö, mit látsz most a digitális térben, vagy mit gondolsz róla, hogy miket művelnek egymással egyáltalán az emberek, meg a fiatalok, stb. stb. És ide ebből a kérdésben nagyon szépen kérlek, hogy vonjuk bele azt is, hogy hogy, hogy tulajdonképpen egyrészt van ez a reddites névtelen vonal, és van a Youtube-on, mivel hogy a Youtube az amerikai törvények alá tartozik, tehát én, és visszatérve ezzel, ezáltal, vagy visszautóval a legelejére, amit mondtam, ez a nagy veszekedés a világ, most is mi itt akármit mondhatunk YouTube-on, de mi azért szerintem elég tizenláton adjuk elő, mások ezt nem igazán így teszik, és, 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 és elképesztett, hogy hova vezet szerinted ez, ez, hogy ilyen eszközöket kaptunk a kezünkbe. Még egyszer mondom, kezdheted a digitális képfeldolgozás résznél, de erre is kérlek mindenképpen mondj valamit, hogy te hogy látod ezt, hogy, hogy jól, mert nem tudom, hogy te például Potyondi Edinával hogy állsz, nyilván az, az ő személyét semmiképpen ne tárgyaljuk, de számomra hajmeresztő az, hogy mondjuk ki, mi kijön egy nő száján, milyen szándékkal, stb. stb. és ezt ő a Youtube-on cson nélkül megteheti. Tehát, hogy hogy, hogy látod ezt, a, ezt az eszköztárat, ami itt fölépült korénk 20 év alatt? Hát ugye, ugye soha nem mondta, hogy nem lehet rosszabb, mert mindig lehet rosszabb, de ha erre a térre gondolunk, vagy erre, igen erre a térre gondolunk, amit a közösségi média és a YouTube, az online, és ugye van a jellegzetes online anonimitás, a YouTube-on már nyilvánvalóan, Állás, igen, YouTube nyilvánvalóan az arcodat, akarva, akaratlan adod a dolgok mellé, ami ott Erre is vagy is volt a példák, összerakod. bocsáss meg, hogy Magyarországon az egyik legmenőbb influencer évekig az arcát se si adta hozzá például. Igen, tehát ő nyilvánvalóan azért volt trüváj, mert mindenki ahhoz szokott, hogy arccal, és akkor ő be tudott ezzel jönni. Én szerintem ez a része, ez viszonylag már küszöbb értéken van, már olyan értelemben, hogy ezt, ezt a részét már nem igazán lehet fokozni. Sokkal inkább előfokozni. Amit szerint... most ezt negatívan érted? Negatívan, Sokkal inkább elő fognak állni olyan szerepek, szerepkörök, meg platformok az én elképzelésem szerint, ami majd át fogja ezt billenteni abba az irányba, amikor már ez nem lesz annyira érdekes. Miért mondom ezt? Mert szerintem nem lehet bizonyos dolgokat olyan hosszú ideig föntartani, ami ezzel a kellő intrika, kritika és negativitás mellett tulajdonképpen egy ilyen felhőszerű képződményként lebeg a fejünk fölött. Magyarán, ki fognak merülni a témák, mindig lesz nyilvánvalóan, és mindig vannak új témák, és mindig vannak új témakörök, ami majd párbeszédet, meg vitát, meg veszekedést tud szolgáltatni, de szerintem ezeknek a jellegű megközelítéseknek, meg ezeknek a jellegű platformoknak, hogyha nem tudnak megújulni, akkor leáldozott. Szerintem egy sokkal veszélyesebb Világ előtt állunk, és az nem mindig vannak optimista, meg mindig vannak pessimista forgatókönyvek, de szerintem egy sokkal kitettebb és sokkal veszélyesebb világ előtt állunk jelen pillanatban, pont azért, mert a technológiai fejlődés az abba az irányba megy, amikor úgy tudod, és elindultunk, ugye a Boldog gyerekkorból átkötöttünk a, a jelenkorba, ahol már tényleg a szorongásunkkal kell a legtöbbet foglalkoznunk a mindennapi létbe, és ezt kivédendő, teljesen el fog távolodni a hétköznapi embertől az, amit tulajdonképpen ő valóságként érzékel. Magyarán, saját magadat fogod reprodukálni a körülötted lévő világból, és megpróbálod reprodukálni, pont azért, hogy te, mint én, mint egyén, vagy mint ego, lehető legkevésbé sérüljél. Ennek az első jele ez az online anonimitás volt, amikor tulajdonképpen vagy egy valós profillal, vagy egy kamu profillal, de te mentél előre, Azt hozzá, szóval meta, kivont karda. A meta az behozta hivatalosan? Abszolút, Azt te tudsz róla, abszolút, hogy, abszolút. hogy bekapcsolhatod? Nem akarok uh, konkrét cégeket, termékeket, példákat említeni, de nyilván ez a technológiai oldal, ez ilyen szempontból De még egy picit vissza a, 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 a világtörténelem elejére. Ugye második világháború, németek enigmája, ellen Turing egy matematikus föltöri. És ott pattant ki... A kedvén mondjuk el, hogy az ugye egy rejtjel volt. Igen, 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 bocsánat. Uh, Feltöri, feltöri az enigmát, és tulajdonképpen beveri az első olyan jellegű szöget a mesterséges intelligenciának az idővonalába, ahol kipattan az ember fejéből az, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy olyan jellegű gépet, ami hasonló kognitív képességekkel, logikával, észjárással, de tulajdonképpen megelőzi az embert. 1956-ról beszélünk. Majd fogjuk még ezt a témát érinteni. Az ember és az emberiség mindig is csinált olyan jellegű dolgokat, fejlesztett olyan jellegű gépeket, csak az ipari forradalomra gondoljunk, aminek voltak elvaratlan szálai. Itt bo bocsáss meg, akkor itt már itt az automata szót azt mondjuk mm. ki, mert a, egyetlen szó hiányzott nekem a te mondatodból, hogy az ember azt szerette volna, hogy automata módon, tehát hogy, ne, bocsánat, csak... A abszolút, tehát ez, ez az a fajta automatizmus, ez pont ugye az ipari forradalommal indult el. Mi történt az első években, amikor megjelentek a gépek a gyárakba, több olyan ország van, de Amerikára volt az a legjellemzőbb, összefogtak az emberek, bementek és szétverték a gépsorokat. A így hívták őket. Legyenek ők most tulajdonképpen mi történik? A 80-as, 90-es évek elején már az akkori filmekben, sci megjelentek a robotok, akik jönnek, leigázzák az emberiséget, elpusztítanak minket, megesznek minket, stb. stb. Vagy a barátaink stb. lesznek Sripio és Artur Ditu által. Ketté vált, sokkal több volt a pessimista üzenet a robotokkal kapcsolatban, mint az optimista. Mindenki azt gondolta a 80-as, 90-es években, hogy eltelik 20-30 év, a robotok köztünk élnek, járnak, jönnek. Ehhez képest mi van? Tök jó, hogyha tudsz venni egy stabil, most a hétköznapokról beszélünk, egy stabil robot fűnyírót, ami tényleg rendesen levágja a füvet. Az jó. Nekem nincs robotfűnyírom, de láttam már ilyeneket, meg néztem, néztem is már egy-két ilyen fűnyírót, és azt mondják, hogy jó. Na de az, amit mi akkor gondoltunk ilyen technológiai jutásról, hogy jönnek a robotok, na és milyen szuper intelligensek lesznek, eh, ahhoz képest ez a két dolog elvált egymástól. Vannak már nagyon komoly robottechnológiai fejlesztő cégek, eh, itt megint márka, meg, meg eh, ráutaló magatartás nélkül, de több ilyen van már nyugati-keleti oldalon egyaránt. De mi történt valójában? Nem a robotok a kézzelfogható eszköztár az, ami tulajdonképpen utolért minket nagyon hamar, hanem egy olyan jellegű technológiai fejlődés, ami megpróbálja az embernek a gondolkodásmódját, logikáját tulajdonképpen reprodukálni. Magyarán egy ilyen mondjuk ki, mesterséges intelligencia. Tehát ez sokkal előrébb tart ma a, megye a mesterséges intelligencia, 2024-ről beszélünk, mint az, hogy a robotok a hétköznapjainkban jelen legyenek. És ne beszéljünk az ipari robotokról, akik már gyártósoron a Kecskeméti Mercedes gyárba éppen full automatán hegesztik a karosszériát, hanem azok az a teszem, robotok, az is megjel... korábbra nyúlik vissza. Abszolút. Na most akkor itt kell megjegyeznem, mert akkor kezdünk belemenni a sűreibe, hogy ez az a pont a beszélgetésben, ezt gyanítom kölcsönösen minden bántás nélkül, ahol mindenki a saját, e, amit mondunk, az Attila, amit mond, azt ő úgy gondolja, amit én mondok, azt is én így gondolom. Ez eddig Nehogy, is így volt. Eddig is így volt, igen, csak eddig gyanítom, hogy nagyrészt egy Szerethető néztük, témában. Így, igen, igen. Ö, én, rám nagyon nagy hatással volt az a, az a film, az volt a címe, az utolsó szamurája, ha jól emlékszem. És akkor ott volt az, hogy ment ez a és becsületbei dolog, nyilván komoly fenntartásaim vannak a Harakirivel kapcsolatban, de az egy másik beszélgetés. Mm. És, és akkor a, a császár az megrendelte, ugye mentek oda a fegyverdílerek szépen, mm. és akkor egy ilyen getlingnek az elődjét, egy, de mégiscsak egy ilyen mm. automata gépfegyver, ott is a gép szó az megjelent. Egy ilyen gépfegyvert megjelent, és hát az a, az, az egészen kultikus jelenet az utolsó szamuráj végéről, hogy romoznak a szamurájok, és hát szana ripityára vannak lőve. Ilyen. Ezt én mindenképpen ide az AI-ról, a mesterség és intelligenciáról való bevezetéshez azért tenném oda, mert nyilvánvalóan a nézők, én gyanítom, hogy tudják, hogy mennyire negatív gondolataim és érzéseim vannak az AI világában. Illetve a kultúráború filmjeimben már bemutattam a négy rész alatt egy csomó mindent erről. De, de valami ilyesmit, tehát most, hogyha egy ilyen próbálnék én az ördög ügyvédje lenni, akkor azt mondanám, hogy igen, mindenki csinálja, minden nemzet, minden ország, minden hatalom úgymond csinálja. Ha mi ezt magyarokként teljesen elutasítjuk ezt az egész témakört, akkor biztos, hogy az történik velünk, mint a szamurájokkal abban a jelenetben. Tehát ezt még kőházi Ferencként is aláírom. Ezt már így földobtam, hogy enyhítsük a hangulatot már előre. Ö, aztán a másik példa az számomra, Uh, és ebből fog az egyik legfontosabb kérdésem következni. Az az, hogy 1992-ben kaptam meg a szeretet, amíg a 1002-es számítógépemet, ami már tudott. Úristen, de amíg emlékszem. Uh, ami, a, a, ami már tudott uh, ilyen robot hangon, de egy begépelt <coughs> szöveget felolvasni. Tehát e, tehát az, hogy hogy gép felolvasson egy szöveget, ennek 30-40, de a színfalak mögött lehet, hogy 50 éves uh, tudománya van ennek a háttérben, mint ahogy mi a Toystorytól. Uh, vonatkoztatjuk mondjuk a mozi vászlon ezeket a 3 d rajzfilmeket, miközben 3 d grafika már 70-es mm. években is volt számítógépen. Tehát, hogy, hogy nyilvánvalóan, és, és hogy hívtuk 1992-3-ban, hogy hívtuk ezeket a szoftvereket, abszolút úgy, hogy ilyen-olyan algoritmus van benne, stb. stb. Az algoritmus szó, az nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos szó. És hát ez, ezáltal eljutottunk a mai beszélgetésünk talán legfontosabb kérdéséhez, hogy mi az, amit te, és akkor most már itt, akkor mondjuk el, hogy a te neved azért került a címlapokra, mert mert egy céget hoztatok létre, többet magaddal, ami jelenleg, a, 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 ahogy az elején mondtam, a magyarokhoz köthető módon a világszerte a legismertebb, azt mondják, hogy talán a legjobban működő is, technikai értelemben, ez egy, ez egy képalkotó ö, szoftver, és akkor ezért mondom, hogy ilyen szempontból mégis történelmi a beszélgetésünk a Youtube-on, hiszen nálunk egy elvonuláson mondjuk pont az egyik barátom arról tartott egy zseniális előadás, hogy ezek tényleg mennyire veszélyesek és károsak, és a többi, és a többi de, de nyilvánvalóan azért mondom, hogy nagyon sok a felkiáltójel és a kérdőjel. Ti létrehoztátok ezt, elkezdtétek fejleszteni ezt a dolgot, egy idő után nyilván a fejlesztésből egy valódi, ilyen szép szóval termék lett, és ezt most ebben a pillanatban is nagyon-nagyon sokan használják. Hány felhasználója van ennek a szoftvernek? Most már több mint 300 ezer. 300 ezer felhasználó, hát ez azért finoman szóval nem semmi. És mi a neve ennek a... Tengriai. Tengriai, És, és hát a logóról még azért mondjuk el, hogy egy, a csodaszarvasnak tulajdonképpen az agancsát ábrázolját nyilván egy egyedi megközelítésben. Így, így de van. Tehát azért mondom, hogy, hogy a, nem hiába, mert nem csak a buddhista meditáción barátkoztunk össze annak idején, hanem nyilván a hazafias mi voltunkban is sok közös volt az életünkben, de mégiscsak most úgy állunk egymással, mint uh, Petőfi, meg uh, nem is tudom kivel vitatkozni, sok emberre vitatkozott, és nem Petőfiként, nem magamra gondoltam, nehogy félreértse valaki, de mint két nagy irodalmára, aki annak idején vitatkoztak egymással ebbe a kérdésbe. De mielőtt rámennénk erre, akkor tényleg ez a fontos kérdés, amit akartam föltenni, hogy akkor mit nevezünk tulajdonképpen, hogyha azt nem, köz, eszébe nem jutott volna senkinek 92-ben azt mondani hogy ilyen szoftverekre, hogy AI. Ezt bevezették, ez egy eszméletlen jó marketing fogás volt, minden AI lett, tehát nekem a kedvenc szoftvereim mögé is mm. most már oda tették, átírták a nevét, és az most már AI. Miközben az én informatikai tudásommal egyértelmű számomra, hogy semmiféle AI nincs bennük, semmiféle mesterséges intelligencia nincsen, csak rétegződtek az algoritmusok, nem pusztán egy algoritmus fut, hanem több algoritm, ezáltal sokkal hatékonyabbak, na, nagyon sok mindent tudnak detektálni, úgymond. De, de még egy példát, ha megenged a hogy a hangmérnöknek tanultam a Magyar Rádió médiaiskolájába, és már a 2000-es évek elején bizonyos meghintos számítógépeken ott régi magyar felvételeket, zajszűrtek mm -hmm. és ott detektálta a szoftver a zajokat, megkülönböztette Absolut. már akkor a hegedűnek a hangját a mm -hmm. nagybőgőjétől, stb. stb., arra sem mondta senki azt, hogy az AI, az mesterséges intelligencia, mindenki úgy mondta, hogy az, azok ilyen-olyan algoritmusok, stb. Mm. stb. És akkor, és akkor itt van, és ebbe bízom én, hogy hát ha valamiféle közös nevező felé akár még el is mozdulhatunk, mert én, én nem vagyok benne biztos az, hogy te is akár egy ilyen képalkotó szoftvert vagy nem is tudom, tehát hogy de nem akarom a szádba Hol kezdődik számodra? Tényleg mi az, amit? Mert én teljesen más nevezek mesterséges intelligenciának, és nem véletlenül óvnám tőle, nem hogy a társadalmat, hanem az egész világot. Tehát én a szingularitás felé uh -huh. hajló gép, istent, gép agyat, amiben tényleg már egy olyan. Na, nem is mondom tovább. Én én, én arra használom uh -huh. az AI szót, és az MI szót, vagy MI szót. De hogy látod ezt mi? Feltételezem, hogy jó labdát adtam ezzel neked, amikor mondtam, hogy ezt marketing eszközökre ezt nagyon jól felhasználták, és hirtelen minden AI lett. De, de olyan szinte, hogy még egy Samsung, Samsung telefon mögé is oda teszik, hogy Samsung AI. Tehát, hogy, hogy látod ezt? Hát egyrészt, hogy kicsit dobjak én is a tűzre, ugye akkor, amikor ez a, ez a, ez a cikk rólunk megjelent, és ugye nem csak rólam van hanem Szabó V. Péter barátomról, aki Marosvásárhelyen ő az AI kutató, és nem én vagyok a fejlesztő, tehát mi ketten találkoztunk kint Erdélyben, és akkor tulajdonképpen onnan nőtt ki ez a dolog, de hogy én is dobjak egy, tényleg egy kicsit a tűzre, akkor, amikor ez a ciki rólunk megjelent, tulajdonképpen fölhívtál, és uh, egy nagyságrendi 10 perc monológ olyan hangnemben telt, mintha a kaukázusban az utolsó, de tényleg az utolsó fehér leopárdot, ott mit van. lelőttem volna, és de utána ilyen megnyúztam volna, és magamra terítve a bundáját, el, mit tudom, én megjelenet a Én nem Nem voltál kedves, de nem is ez a lényeg. Nem is ez a lényeg, csak ez jól mutatja azt a szinkron-aszinkront, amit az elején próbáltál bevezetni, hogy nem feltétlenül mindig értünk egyet, és általában olyan témákkal eh, szoktunk, eh, olyan témákról szoktunk beszélgetni, mert nem értünk egyet. Csak gondoltam, hogy valakinek... nem egy Balla anyázó videót csinálok a <laughs> youtube egy, egy ilyen kiegyenlítés kellett, na a lényeg, viccet félretéve, de tényleg így indult a, az éjjel kapcsolatos párbeszédünk. Mentségemre legyen szó, hogy tényleg sokkot kaptam akkor. Na. Tehát, hogy te mit csináltál, ember? Te ezt így lehetne zárójelbe tenni. Na, oké. Kicsit e, szerintem e, kezdjük ezt az egész AI dolgot egy picit távolabbról, és nem is feltétlen lesz ez ilyen önreklám, vagy a tengeriágynak lehet jó reklámja, de, de pont nem erről kell, hogy szóljon a komplexebb megértés miatt. 1997-et írunk, nekem is rengeteg diagramom, meg statisztikám van, tehát ezt ki is tudnánk ide a nem létező háttérrel vetíteni. 1997-et írunk, amikor az IBM fejlesztett egy olyan tulajdonképpen programot, ami Geri Kasparovot egy sok meccsben legyőzte. Ha lehet azt mondani, akkor modern koronnan datálja tulajdonképpen a mesterséges intelligenciának a megjelenését, mert akkor az volt a fogalom, ami tulajdonképpen így beépült a köztudatban, hogy az lehet a mesterséges intelligencia, vagy a szuperintelligencia, ami okosabb, mint az ember. Tehát, hogy ilyen kézzelfogható legyen az, az egész történet. Na, ehhez képest egy picikét mára, sőt nem is picikét, teljesen megváltozott ez a, ez, a, ez a, fajta nézőpont, és akkor elérünk oda, hogy nekem most jelen esetben mit is jelent az, hogy, vagy mire gondolok én akkor, amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk. Az a az én megfogalmazásom az, hogy az egy megközelítés, hogy azok a kognitív képességet, amit jelen pillanatban az ember önmaga tud, azt megpróbáljuk úgy reprodukálni, hogy gyorsabb és hatékonyabb, a gyorsasága által nyilvánvalóan hatékonyabb is legyen. És a legfontosabb a mi, a mi olvasatunkból, és a mi ötletünkből, és az egész fejlesztésnek is a volumenen állunk a hatékonyságról szól. Az, hogy egy adott mesterséges intelligencia megoldásra nem eszközként tekint az ember, az hiba. Nincs olyan mesterséges intelligencia, és nem létezik olyan mesterséges intelligencia jelen pillanatban, majd nyilván a kor előre a táv ami így Jolly Joker, ami mindenre jó. Ja, mi esetünkben, a tengerjáj esetében egy képalkotó, egy generatív AI modellről beszélünk, ami arra képes, hogy itt a nézőket is alapszinten legalább képbe hozzuk, adsz egy szöveges utasítást, amit úgy hívunk, hogy prompt, szép magyar nyelven, leírod, hogy kék medencébe lila hableány, nem tudom én, árvácskával a hajába, és akkor előad neked egy tíz változót, magyarán generál készít képeket ez a mesterséges intelligencia, Mondd, és a számodra tetszőt kiválasztod, vagy ha nem tetszik a kép, akkor tovább módosítod a szövegbevitelt, és ez előállt. Itt tartunk mi most mi ezzel a generatív AI modellel, és fejlesztés alatt van az, hogy videós anyagokat is tudunk most már generálni, meg különböző olyan megoldásokat, ami még mindig a képi tartalomból, képi adatbázisból generál. De visszakanyarodva nincs Jolly Joker, nincs általános mesterséges kép. Még, még az nincsen, de, de akkor már itt álljunk meg, amit mondtál. Ugye én több videómban is elmondtam, hogy Kecskeméti szinten is ismerek olyat. Itt zárójelben meg kell jegyeznem, hogy Photoshopba is bejött ugye már ez a promptos képgenerálás. Kecskeméti szinten már a tavalyi, tavaly előtti évbe beszélgettem új grafikusokkal, hogy ők teljesen a lelkesedésüket vesztették ezek által, a szoftverek által. Ezek, ezek a szó, szép magyarul szóval, ezek handmade grafikusok, hmm. tehát kézi, kézi grafikusok, akik a digitális térben photoshop dolgoznak, de hát nyilván itt egy nagyon erős vonalat húzhatunk addig, amíg a Photoshop digitális eszközként segít neked, meg az az új gombja, ami már a promptos generálás, Jó. tehát ez teljesen más dimenzió, értsd jól, tehát most nem maradhat el, hozzáteszem, hogy rossz szót használtam, szerintem ez nem provokálás, ez egy nagyon erős és mély kérdés feléd, hogy te ennek az egésznek az etikai, erkölcsi oldalát a te szemüvegeden keresztül hogy nézed? Nyilván, hogyha majd tovább megyünk, akkor globális hatásait is felmérjük, hogy a demográfia hogy tudja majd lekövetni azt, hogy mennyi ember el fogja veszíteni a munkát. Hozzáteszem itt most nem a grafikusokra gondolok, hanem az egész földbolygóra. bolygóra, hanem, hanem az, hogy ha csak ezt nézzük, hogy a kecskeméten 50 grafikus féldepressziós már emiatt -e -e a dolog miatt, és hogyha ezt zoomolunk kifelé, akkor ez azért mégiscsak sok embert érint, csak az az egy szegmens, amivel ti foglalkoztok az ai on belül, ha ezt lehet ai nak nevezni. Ö, E, ez a, a ez hogy teszi helyre magába, vagy mit gondol erre, erről az egészről? Alapvetően megértem azt, aki tulajdonképpen, vagy értem, nem is azt, hogy megértem, ki is javítom magam, értem azt, amit mondasz, és értem azt, amit érez tulajdonképpen egy grafikus. Viszont ö, nagyon sok fotóművészsel, nagyon sok grafikussal dolgozunk mi is együtt, nem csak Magyarországon, hanem külföldön. És ha erre eszközként tekintesz hangsúlyozom, hangsúlyozom még egyszer, tehát egyfajta képesség vagy ha szuperintelligencia, akkor nagy isten szuperképességként tekintesz a mesterséges intelligenciára. adjunk csak a képalkotásnál, de majd beszéltünk az egészségügyről, oktatásról és sok minden másról is még. Akkor ha valaki ezen a térfélen játszik, az általad bemutatott térfélen, ezek a grafikusok, akik féltik, hogy elveszítik a munkáját, mert az a fajta emberi hozzáadott érték már nem tud megjelenni bizonyos alkotásokban, műalkotásokban, bármi. Tegyük, bocsánat, hmm. a, inkább itt tényleg az alkotói depresszióra utaltam. Mi van azokkal az emberekkel? Akkor visszadobom a labdát. Bent te is nagyon sok rajzórán, általános iskolában, és ugye nyilvánvalóan ezek és a kép... voltam. Igen. Az én olvasatom nem le, jár az, leültet, hogy leültet, Leültetlek a tengrélyel elé, megtanítunk rendesen promptolni, de te is te meg, tudsz magadtól, meg tudsz tanulni rendesen promptolni, és létrehozol olyan művészeti alkotásokat, és ha még húzok rá, fokozok egy picikét, amit mondjuk az online térben egy digitális álverésen 3000 dollárért megvesznek egy kőházi képet. Na hát ez Ezzel a, a térfélel, mizu. Na nekem na, ez a bajom. Hogy kell -e, akkor Melyik térfélnek a lelkiismeretével vagy negatív hozzáadékával kell nekem elszámolnom? Hát ez az, hogy ez szerintem amit te mondtál, ez nagyon negatív. Tehát én azt gondolom, hogy ez a terep azoknak jár, akik, akik most direkt provokatívan a Telegram 4 nézőknek üzenném, hogy a jó Istentől kapott tehetségünkkel, tehát hogy ezek fel vannak vértezve erre, és, és determináltak erre ilyen szép szóval hogy úgy, ugyanaz, hogy ha például egy, egy ö, ö, hogyha a zenei világot nézzük meg, hogy már most hova romba dönti mm. ö, ez az egész ö, a dalgenerálással és a többi és a többivel. Nyilvánvalóan én téged most abszolút ebbe a beszélgetésbe. tehát kellemetlen helyzetben mm. téged én nem szándékozlak hozni, nem is hiszem, hogy így gondolná rám, meg nem is hiszem, hogy ilyen hangulatú lenne akkor ez a beszélgetés, de közben mégiscsak ö, ez egy élő kérdés, hogy én úgy gondolom, hogy aki nem tud rajzolni, az ne rajzoljon, és promptal ezt ne oldja meg ezt a dolgot. Aki nem tud zenét írni, az, az ne írjon zenét, és egy promptalással ne oldja ezt meg. Ebbe elfogadom a valakinek az az álláspontja, és ezáltal kérdezem tőled, hogy nek neked, nektek van egy ilyen álláspontotok, hogy a különböző affinitások azok mindenkinek járnak így ezáltal? Ilyen mély ideológiát néne. Hát biztos sokat beszélgettek erről. Rengeteget beszélgettünk róla, de ilyen mély ideológiát önmagában a tengriájnak a tudásához, vagy mint eszköznek az eléréséhez én nem szeretnék hozzáfűzni, mert mindenki arra használja, amire éppen ő funkcionitásként, vagy a munkája során, vagy bármilyen, vagy a szabadidő eltöltésére alkalmazza. Viszont addig csak picit kanyarodjunk már vissza ide, legalábbis az előző témára hogy ez azért egy sokkal a, a mesterséges intelligenciának a megjelenése, az nem csak azt hozta magával, és mehetünk ebbe az irányba, a robotoktól a szuperképességeknek a megjelenéséig, hogy majd jön, jönnek, és a mesterséges intelligencia ebben a mainstreamben, ami miatt belekerült a Samsungba is az AI, az tulajdonképpen a negatív vonulata az, hogy majd mennyi munkahely, tulajdonképpen válik semmi. Azt még és hagyjuk feszélyek. egy kicsit későbbre. De csak egy gondolat erre vonatkozom, hogy ez tulajdonképpen ki is nyit rengeteg olyan kaput, ami eddig lehetőségként mondjuk adott embernél nem jelent meg. De az, hogy a, az, az mennyire hogy is mondjam, ilyen soviniszta gondolat vagy hozzáállás, hogy rendben van, hogy az én kézügyességem nem olyan szinten veti papírra, fogja az ecsetet, vagy fogja a ceruzát, mint mondjuk az, akinek ez a fajta komplexitása is, vagy képessége, vagy tehetsége megvan. De az én fantáziám, meg a képzelő erő, meg egyébként minden olyan vizuális tapasztalásom, az meg ezzel az eszközzel tudja azt létrehozni. Tehát akkor a grafikus az mennyivel jobb a szobrásznál? Tök más az eszközrendszer. De akkor ezt, mert én tényleg így gondolom, ahogy mondtam, tehát, hogy akármilyen fantáziám lehet, ha én azt nem tudom megvalósítani, az akkor te az, 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 vagy. az, én számomra azt jelenti, hogy abban tehetségtelen vagyok, ahhoz a szegmenshez nincs affinitásom, független attól, és óriási felkiáltójelet jeletenni, hogy pont amit mondtál, pont a rajz az, amiről a szakemberek, akiket imádunk, de most szó jó értelmében a szakemberek azt mondják hogy 80 85 százalékos minőségig a rajz mondjuk pont tanulható. Uh -huh. Csak az a 10 15 százalék az amit a te amit a te affinitásod ad hozzá. Tehát tehát érts jól. Nyilván a beszélgetésnek uh -huh. gondolom élvezik a nézők ez az izgalmas része. Itt már szinte a vita vita kereteit súroljuk. Mert hogy én azt mondom, hogy, 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 igen, tehát hogy ez abszolút szürkévé teszi a világot, és sőt, ha most eszembe is jutott az LMBTQ propagandás példa, hogy te megválasztasd azt, hogy hogy, hogy most fiú akarsz le akarsz lenni, lány akarsz lenni. Ez nekem egy kicsit erre rímel, hogy én most megválaszthatom az egy döntés által, az eszköztár az előttem van, hogy én most hogy én ebbe, ahogy mondtad, mert oké, okay, fantázia, oké, okay. hát fantáziában én is a dúdolok, hogy megőrülsz, azt, hogy hangot nem tudok leütni a zongorán. Akkor ne Na igen, de hogyha most ti egy ilyen zongora AI programot írtatok volna, mm. vagy zene generálod, akkor érted, szóval ez egy, ez egy nehéz ügy. Én azt, azt mondanám, hogy most a beszélgetésnek eljött az a része, ami ami, ne, szerintem ezt nem tudjuk olyan szempontból tovább görgetni, hogy én ki tudtam fejezni ha akarták, hanem a nézők, hogy én hogy látom ezt, szerintem te is egész jó ki tudtad fejezni, és nem a, nem a terméketeket szeretném bántani. Olyan szempontból menjünk akkor tovább egy kicsit, hogy, hogy amire már te magad utaltál, hogy igen, nem csak képgeneráló dolgok vannak, nem csak zenegeneráló dolgok vannak, stb. stb. És, és itt jön be nekem a nagy morális, óriás felkeltője kérdőjel, hogy pont néztem az új Bad Boys-ot, Uh -huh. és az van benne, hogy a végén úgy menekülnek meg, hogy átverik a főgonoszt egy ilyen AI hanggenerálóval. Nagyon brutális üzenete van számomra ennek, és ugye közben a társadalomban abszolút beivódott az elmúlt években, hogy uh, unásig uh, hangoztatták, szerintem megalapozottan, hogy majd a diagnosztikában, tehát az egészségügyi történetekben, és egy csomó dologban mennyit fog segíteni az AI-nak nevezett, Egyre újabb és újabb algoritmusok. Az én olvasatomban ez azért ilyen nagyon furcsa játék, mert mert nyilván a nézőnek nem kell magyarázni az én gondolkodásomat. Én úgy gondolom, hogy ez a mézes madzag. Tehát uh -huh. és kellenek a jó algoritmusok uh -huh. az orvosi számítógépekbe, de mivel azokra is azt mondják, hogy AI, így. Elfogadtatják a társadalom, hogy az AI szó, a mesterség és internet, az, az, az alapvetően egy pozitív irány lesz, és lásd, ilikének is előbb észrevették a merrákját, stb. stb. Most mondtam valami, uh -huh. ami tényleg egyértelmű, mert, tehát nincs kérdés. Uh -huh. És ilyen dolgok mentén mik, mik jönnek még bele az életünkbe, stb. stb. Magyarországon az elmúlt egy évben már több olyan unokázós csalás volt, akik ö, már így csinálták, 0,03 millisekundon késéssel én belebeszélek egy mikrofonba, és egy szobával arrébb, ahol az rá van kötve arra a másik számítógépre, már egy másik ember hangján beszélek, és olyan, tehát annyira nincs delay, ilyen szép magyar szóval, hogy én beszélgetek vele telefonon, és fogalmad, fogalmad, nem lesz, hogy velem beszélsz. Hmm. Nyilván ez felveti a, a, következő 30 évben a bíróságon, hogy mik fognak történni, mit nevezhetünk innentől bizonyítéknak. Mert most, tehát jelenleg az egyik srác az egységből csinált egy, egy BSV számot, ahol a leggusztustalan a bundorítóbb szöveget, meg, 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 egy SM számot is megcsinált. Tehát két ilyen undormányt abszolút én reppelek el. Mm. Úgy, hogy egy, hogy egy olyan ember, aki nem hallgatott nagyon sok fankadelit, az, az azt mondja rá tényleg, hogy én vagyok. Még hát ez számomra is horrorisztikus volt. Ezeket a dolgokat te látod, figyeled, mit, mit gondolsz -e erről, erről a részéről? Nevezzük most az egyszerűség kedvé a veszélyeiről. A hét vannak, vagy mindenki csak egyszer megnézi ezt, és, és nem, nem akar majd vele semmi rosszat csinálni. Vagy, vagy megunjuk ezek, nem tudom, én nagyon aggályosnak találom ezeket a jelenségeket, te hogy látod ezt az egészet? Én a, a, összefoglalom, bocsáss meg még egy mondatba, én úgy gondolom, hogy ennek az egésznek a torka nem lett elkapva időbe, és most napi szinten lehet hallani, hogy jaj, hát a szabályozásról így tárgyalnak, úgy, mert hogy a gyerekek, erről már rég lecsúsztunk, ez az én meglátásom, te hogy látod ezt? Ugye ebben biztos, hogy nem tévedt. Önmagában ez megint csak nem Magyarország. Ugye az Európai Unió 24 májusában EU AI Act, szabályozás keretrendszer, de a legnagyobb probléma ezzel az, hogy nem kezdeményezőben van a világ, a mesterséges intelligencia szabályozásával, etikai kereteivel, ami úgy szoktam fogalmazni, hogy követőben. Ez... Meg is jelent. Amikor tulajdonképpen az eszköztár elkezdett rendelkezésre állni, akkor egy amint kikerült abból a tudományos közegből, ahol tulajdonképpen ez kifejlesztésre vagy kiötletelésre került, szerintem az első között, vagy az első tíz alkalmazási területe, az több, mint valószínű, hogy abból a tízből kilenc az negatív, mint eszköznek, tehát technika. negatív irányú felhasználása, egy meg talán pozitív. Tehát jelen értéken simán lehet arról beszélni, hogy persze ahhoz, hogy a fake news a 2000-es évek közepétől, ahogy felült a Photoshop és a többi hírhamisítás, stb. stb. elindult, ahhoz még nem kellett mesterséges intelligencia. Most tulajdonképpen Végcélként ugyanazt tudod elérni, csak lehet, hogy három másodperc alatt. Éppen kedden tartottam egy pedagógus konferencián egy előadást, ahol hát az őskortól indultunk, jön az AI meg a robotok elveszi a munkát, de akkor hogyan milyen vetülete van az oktatásban a mesterséges intelligenciának. És nagyon érdekes, mert az előadás végén az egyik kérdés az az volt egy ilyen nyugdíjas tanárbácsitól, hogy a bíróságok és a jogi eljárások kérdés köré amit te is itt próbáltál feszegetni, hogy mi az, amit tulajdonképpen bizonyítékként föl tudunk használni, vagy föl tud a bíró használni, vagy az eljárásban, bizonyítási eljárásban föl tudnak használni, amikor már hangot, képet, tehát tulajdonképpen minden, Szöveget, minden, bár, bármit de... tudunk hamisítani. Na és ugye itt van jelentősége annak, hogy kezdeményezőbe vagy követőbe vagyunk a mesterséges intelligencia szabályozással kapcsolatban, de erre rávetül tulajdonképpen, vagy egy ilyen nagy ernyőként rájön az a kép, hogy a mesterséges intelligenciát technológiaként tekinti a világ, a technológiákat azért fejlesztettük mindig a kőbaltától a kerékpárig, a hintóig, meg a nem tudom én, a 700 dolarős Ferrariig, hogy hatékonyságot tudjon növelni az emberiség, és eljusson abba a fázisba, amivel én személy szerint nem értek egyet, meg nem is tudok vele semmilyen formában azonosulni, mert nekem ebből a látképből hiányzik a vezetés, hogy a lehető legkényelmesebb életet éljük. Magyarán, a mesterséges intelligencia pénz nélkül most jelen pillanatban nem létezik, és akkor nem legyünk ilyen nagy... Itt azért meg kell ez hogy hány erőművet nyitottak újra csak az elmúlt fél évben Abszolút. az a, a szerver szervertermek miatt. Tehát Abszolút. Tehát, hogy a nagy zöld, az nagy zöldülünk Borzasztó érdekes érdekes nagy, módon. igen, 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 igen. A nagy klímaszorongás igen, közepette, igen. de... Ezek csak úgy tudnak működni, hogyha rengeteg erőforrást tolnak egyenlőre bele. Magyarán eljutunk oda, hogy azért hajtjuk ezt az egész technológiai megújítás kérdéskört, és ebben nem csak a mesterséges intelligencia, hanem sok minden más. Az 5G, a 6G technológiák korában most 8G konferenciát rendeznek, tehát nem tudom, értjük-e. Tehát Magyarország 5G, 5G, van. 5G bevezetéséről beszélünk, ez is még ilyen szorványosan van jelen, és 8G konferenciáról beszélünk korábban. Tehát rengeteg minden van, de a mesterséges intelligenciára visszatérve... Mivel egyöntetűen egy ilyen hatékonyság növelő eszközként tekint rá a világ, ezért rengeteg pénz e, folyik bele, jelen pillanatban Amerikában és Kínában a legtöbb, 160 ezer milliárd dollárt fognak beletolni 2035-ig ebbe a technológiába, ezt úgy kimondani is nehéz, ha meg át akarjuk válni forintra, akkor szerintem három, három számológép kell körülbelül hozzá, tehát ez az a technológia jutás, ami most a legtöbb pénz megy. Olyan szempontból megértem az előző részét a beszélgetésünknek, hogy mondhatod azt, azt, és nyilván azért mondom, hogy a, a többit azt egyrészt a nézőre bízunk, mind a kettőnk lelki világára külön-külön, de azt mondhatod szerintem, hogy ha valaki nem csinálja meg azt, amit ti, ha ti nem csináljátok meg, azt, amit ti meg, megcsináltatok, akkor más úgy is megcsinálja. Tehát ezt üzleti alapon, ezt, ezt, én, ezt számomra elfogadható. De hogy csak egy egyszerű példát kérdezzek tőled. Mondjuk a tengri éjjájjal lehet fankadelis képeket is generálni az én akaratomon kívül? Tehát, hogyha most bepromptolnánk, azt akkor ő neki van, ő tud honnan szívni magába a fankadeli arcot neki. Erre ez van ez, lehetős, egy, más, ez hogy... egy másik kérdéskör, a... és maradva a képalkotásnál, ugye abból tud képet generálni, amit vele megtanítottunk vagy megetettünk. Na, engem megtanítottatok. Na vele? És itt válik el a Tengri a világ összes képgeneráló szoftverétől, hogy mi tiszta adatbázison tanítottuk a tengriájt, míg a hozom a hát versenytársakat, tuk, ez le se szart Mid ne. Journey, Dali Stable Diffusion, tehát az amerikai startup. Millió per megy. Tehát... Így van, elindultak. Uh... És kicsit eddig kitérő a válasz, funkadelit lehet promptolni? Lehet lehet fankadelit generálni, akkor hogyha megtanítjuk funkadeliul a modellt. De mivel most már van nem csak szövegből kép, hanem képből kép, tehát azt meg tudod csinálni, hogy fankadelit feltöltöd, és abból a képből, amit feltöltöttél fankadelit, lesz egy másik vagy egy új funkadeli kép. Értsd jól, bántás nélkül mondom neked, hogy akkor, hogyha valaki most egy nem túl kedves dolgot akar velem csinálni, azt csinálhatja csinálhatja. Azt csinálhatja, de ahhoz nem kellünk mi. Azt ha egy photoshop is meg tudod csinálni. Tehát, hogy a, a, az a fajta attraktív fake news világa, az nyilván nem a képgenerálás. Na de, lehet, ne, ne, az itt álljunk meg, mert photoshop amit összehozom, meg, és akkor a videódókról még nem is beszéltünk, én most már láttam megdöbbentő videó generálásokat is. Te is említetted, hogy ráléptetek erre az útra, és utána mm. jelzem, hogy témát fogunk váltani, de ezt még meg kell, hogy kérdezzem. Tehát képes lesz belátható időmből a, a szoftveretek szerinted arra, hogy mondjuk én egy kövér kínai kisfiúval mondjuk bujálkodni akarok, és akkor ezt, ezt, ezt úgy leképezze, hogy egy átlag a lépcsőházbeli gézabácsi vagy Irénke néni, a számára az hihető legyen. Tehát ez külön megrendelésre neked el fogjuk tudni készíteni. Már ugye most alkalmas rá egyébként a tengerjel, tehát már folynak ilyen jellegű... Tehát a kutatásokon már túl vagyunk, működik, tudunk videót generálni, de ez még a nagy közönség számára nem elérhető. Itt megint azt kell megérteni, hogy azon fog múlni, hogy én mit tanítok meg neki, mi az, amiből ő értem, tud képet generálni. Értem, tehát, és ha az nincs olyan benne fankat, lesz, lesz lenni, hogy azt az irénkenéni el fogja hinni. Abszolút, ez a cél, ez a törekvés, hogy teljesen... Mm valósághű legyen a fényekkel, a mozgásokkal és mindennel. Tehát mi következik cím... szerinted? Mert ha valami minden... számomra, Aha. akkor ez mondjuk az. Rengeteg minden következhet. Következhet az, hogy a... a... És nem csak a filmipar összeomlása, mert az a jég egy csúcs. A, csak. a filmipar nem fog összeomlani, a filmipar használni fogja, meg már használni is ezt a technológiát, mint ahogy a grafikusipar és a fotóipar se fog omlik össze, hanem átalakul. Értse jó mindenki, bocsánat, Aha. igazán Attilának is, de szerintem nekem is, hogy azt nevezhetjük filmipar összeomlásának, hogy a tizedére fog redukálni, redukálódni a, 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 az, az, a, az a, aztól, mert az ipari szónak a jelentése ebbe a történetbe, hogy mihez mennyi emberre van szükség, stb. stb. De ez, ez, bocsánat, ez a következő téma lesz majd, hogy tényleg az a millió munkanélküli, amit ez legenerál, de hogy, de hogy folytasd kérlek szépen. Tehát, hogy ez, ami számomra nagyon ijesztő, ebből mi következik neked a fake news -ok világában, meg ugye az egészbe? tulajdonképpen. karaktergyilkosságok, háborúk elindítása, stb. stb. Mert mi van akkor? Én a mai napig nem tudom, hogy az a véres uh, ukrán uh, népviseletbe öltözött hölgy, aki ott uh, egy lefejezett orosz katona fejével, vagy hmm. valamiével látott, a háború elején, nem volt olyan minőségű a videó, de hogyha olyan vidőségű lett volna, akkor se tudom talán megmondani róla, hogy az AI vagy nem. Na most a szoroszok milliói megnézik, mm. már küldik is az unokájukat, meg a fiúkat a háborúba, hogy na, hát ezt aztán tényleg nem hagyhatjuk. Na most, hogyha mindenkinek, és akkor ide már belevehetjük a mai közéletet is turulszobrostól, vagy ne. mehetünk a, 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 az iszlám világba, hogy egymásnak, a, vagy Izrael, stb. miket tudnak generálni egymásnak a szent jelképeivel, ne. és, és Akár egy olyan szereplő, aki nem is létezett soha, Absolut. és megindít egy, 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 egy tényleg egy kisebb háborút, csetepatét, bármit, ezt a részét, hogy látod a kérdésnek? Figyelj, az, tehát én megint ott tudom magunkat, vagy a mi elképzeléseinket, mi gondolatainkat. De neked globálisabban válaszol. Az oké, csak hogy ott tudom leválasztani megint magunkat, vagy ezt az egész eszközt arról, hogy most negatív dolgokra, vagy pozitív dolgokra, vagy építő jellegű dolgokra használod, hogy kiben mi a szándék. Erre Igen, de eddig erre El... nem volt eszköztár, nem tudtál hihető fake news csinálni, és most történelmi pillanatban vagyunk, mert ezekben a percekben, ha ezt mondjuk valaki 10 vagy 50 év múlva nézni ezt a videót, akkor jó, ha tudja, hogy ahogy itt ülünk, ez a törés most, most ezekben a pillanatokban történik. Abszolút, tehát ezt a kitettséget, ezzel, ezzel hogy mi kitaláltuk... Magunknak a mesterséges intelligenciát, ezt a kitettséget ezzel, ezzel elő is állítottuk. Én kíváncsian várom azt, hogy szülessenek olyan jellegű megoldások, amiket ez egyfajta, mint ahogy a leveleződben a spam szűrő előállt, hogy hogy lehet ezt megoldani. Viszonylag árnyatabban látom a kérdést, mert beszélgettek nálam sokkal okosabb emberekkel, akik azt mondják, hogy egyenlőre... Matematikailag sem látják annak a megoldását, hogy egy mesterséges intelligencia által készült tökéletes, nevezzük ezt tökéletes Igen. videónak vagy képanyagról. Egy másik mesterséges intelligencia, mert ha ember nem mondja Igen. meg, akkor hívjuk a gépet segítségük, száz százalék pontossággal megmondja, hogy az AI által ezt, generált. Ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a nézőnek mondom, csak Attilát nem akarom bántani, ez számomra a bullshit kategóriát kimaxolja, én is olvastam hmm. ilyeneket. A zenevilágból mondanék egy példát, hmm. 20 évvel ezelőtt már volt olyan plugin ami midi dobra, tehát gépi dobra, mondom így, a pergőre megadtad neki, hogy, hogy, hány millisekundumos eltérésen belül, és ő így randomizálta, véletlenszerűen sok ilyen funkció van, egy kis zajt is adott hozzá, stb. És és ember nincs, meg a másik gép se tudja arról már megmondani, hogy az nem egy igazi dobos volt, mert az a, az a minimális, tehát az a millisekundumokban mérhető eltérés. Na most a vizuális térben ugyanez van, hogy onnantól, hogy egy kis zajt adunk ide-oda, tehát mesterségesen azt a, hogyha most a építőipar, a rustikusságot, tehát azt az érdességet, azokat a hibákat, ha mesterségesen ugyanúgy belevisszük, arról egy másik mesterséges intelligencia már rohadtul nem fogja megmondani azt, a, hogy hogy az valódi-e vagy nem, megmondhatja, csak valószínűleg tévedni fog. De hogy... De, uh, de én pont erről beszélek, hogy nincs ellen mesterséges intelligencia jelen pillanatban, igen. és most nem is nagyon látszódik, hogy hogy lesz. De ha globálisan nézünk erre az egész történetre, létrehoztuk ezt az eszközt, ennek az árnyoldalával, ha úgy tetszik, együtt a létrejöttétől kezdve számolni kell, és együtt kell élni. Na akkor, akkor erre a és nagyobb témára még egy pár perc, bocsánat. Ez picit olyan, mint a. már most nem akarok covidozni, de hogy mi, mint ez, a. mint, mint a. COVID COVID -oltás, hogy ellett lett szét ez a szét lett porlasztva az, az egész történet, hogy na ezt fogja az emberiséget a Covid-tól tulajdonképpen megmenteni, eltelt két év, most miről beszélünk, hogy aki beoltatta magát, annak tulajdonképpen milyen problémái, milyen bajai vannak. Hogyha egy picit lehet így azonosságot, vagy párhuzamot vonni itt a mesterséges intelligencia, meg egy, meg egy oltóanyag, vagy egy vakcina között, és nem a, a Covid-ra hajazva, akkor valójában olyan, hogy létrehoztuk, és majd ki fog derülni, már most nyilvánvalóan látszódnak olyan jellegű területek, hogy hol van, ahol becsapja ránk az ajtót, és hol vannak olyan területek, ahol tényleg valójában hasznos lehet. A, a részemről befejező kérdés, és utána vissza fogok neked kérdezni, hogy van-e valami, ami itt a témákkal kapcsolatban benned maradt. Tehát, hogy, hogyha ezt a különböző szegmenseket megpróbáljuk csak fantázian szinten összeadni, hogy már most mennyi ilyen van, amennyit érint az, hogy töredékére, egy, egy példát hagyd mondjak, egy élő példát, Ö, padló. Ide az egységház egy részéhez meghozták nem régen a padlót. Na, ahol vettem ezt a padlót, ott mesélte a tulajdonos, hogy volt, akin Olaszországban nemrég egy gyár látogatása. Uh -huh. Ha saját szemével látta, tehát gyár telepről beszélünk, óriási épületekkel, a saját szemével látta, hogy megérkezik a két-három kamion egy ilyen kamion nagyságú darálóba beleengedik a fát, uh -huh. és onnantól kezdve ott vagánykodott a, a, a tulajdonos, meg az igazgató neki, hogy 14 ember dolgozik egy ilyen, még egyszer mondom, egy tucatnyi focipályás gyárkomplexumon, 14 ember dolgozik. Nyilván itt az AI szót nem feltétlenül kell még, jaj, az AI szót nem feltétlenül kell még hangoztatnunk, mert ez pusztán. Technológia. Ez technológia és automatizmus de az AI bizonyos nagyon sok szektorban, szegmensben ezeket föl fogja gyorsítani, ezeket a dolgokat. Demográfiailag, és most, és most a nézőknek különösen mondom, hogy Magyarországot most ebből a témából hagyjuk ki, mert az, hogy, az, hogy Magyarországon mi elfogyunk, annak semmi köze ahhoz, hogy a világ más részein pedig milyen demográfiai pozitív robbanások vannak. Erről egy külön műsort kéne csinálni tőlünk okosabb emberekkel, és úgy, így is, úgy is bőgünk a végén. Tehát tök mindegy. Tehát, hogy, hogy hogy a demográfiailag egy nagyon-nagyon csökkenő ö, irányt kéne, hogy vegyen az emberiség, mert egyértelmű, hogy a következő húsz évben rengeteg ember el fogja veszíteni a munkáját, és ezt a demográfia csak emberöltőkön át tudja lekövetni. Ilyen szempontból szintén számomra egy ilyen dermesztő, vérfagyasztó ez az egész témakör. Te hogy látod ezt? Mármint most arra gondolsz, hogy, hát, hogy hol, mi... hol van ennek az egész technológiai magunkat. Én nem hiszem abban, funkció... hogy a háttérhatalom, amit annak nevezünk, és ez mindenki számára egy teljesen egyéni fogalom, mint a hazafiság. De amit annak gondolunk egyénileg, én nem hiszem, hogy az én általam fantáziát háttérhatalom tényleg azt szánja az emberiségnek hogy, hogy, hogy... Ja, hát most már vagytok ennyien, jó van, hát akkor maradjon is ez a buli, mindenki legyen -e jól, és akkor van az a, hogy van, tudod, az járó fizetés, igen, nem tudom, igen mi arra a... A, szakszó, a valami, igen. Hát én nem hiszem, hogy ebben nem hiszem, hogy ebbe gondolkodik ha. a átératom, főleg nem globálisan. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy, a, és megint ezt használnám ezt a szót, tehát ahhoz, hogy a szingularitásra, és itt nyilván, ha megengeded nekem, egyetlen egy spirituális kiszólásom a lehet, remélem, a nézők se botránkoznak meg rajta, a gépisten létrehozása, hogy ők tényleg hisznek abba, hogy a neurális rendszeredet, ha rementjük egy nagy pendrive-ra, akkor örök élet adható egy ilyen robot testbe. Ez egy teljes estés beszélgetés lenne egy másik műsorban és ezt a szingularitást, hogy legyen egy gépisten, aki mindenre tudja a választ, ez megint egy hosszú téma lenne. Tehát, hogy ehhez, hogy el tudtunk jutni ideig, hogy ezekről a dolgokról már reálisan beszélgessünk, és elérhető távolságban legyenek, ehhez a világiparát úgy fel kellett fújni az elmúlt 200 évben, hogy ez egy iszonyatos dolgozó embertömegre volt szükség. Ez az iszonyatos dolgozó embertömeg az én olvasatomba, amiket én olvastam, meghallgattam Bogár Lászlótól CNN-ig, ez az iszonyatos dolgozó embertömeg belül feleslegessé fog válni, tulajdonképpen csak probléma lesz vele. Ez az én olvasatom, a én nem beszélném beléd. Hogy látod te ezt a kérdést? Figyelj, van amit hasonlóan, de leginkább szerintem, Önmagában most arra törekszik a világ, meg minden tulajdonképpen arra törekszik e, m, körülöttünk, hogy ezt a fajta, amit elvárunk itt az általad említett technológiai újításoktól is, én is hagyj hozzak egy ilyen tökvidéki példát, mezőgazdaság, mezőhegyes, ménesbirtok, voltam egy ezer marhát, szarvasmarhát számoló automata üzemben, amit egy műszakban négy, azaz négy fő lát el mindennel együtt. Etetés, fejés, trágyázás, stb. minden, minden. Négy, négy fő. Tehát, hogy a technológia az ilyen szinten belépett közénk, ezt mindegy, hogy most gyárüzemben vagy hol, milyen szektorban veszed észre. <coughs> Bocsánat, de a másik része pedig az, hogy ami el van véleményem szerint velünk hitetve, hogy ez az, az egész dolog azért történik, és talán itt van egy ilyen szűk keresztmetszet, ahol mi ebbe szerintem egyetértünk, hogy valójában az van velünk elhitett, vagy ez a mi kényelmi és jóléti életünk miatt történik velünk. Szerintem az a fajta, hogy is mondjam, világ, világi törekvés, amit most akár egyhatalmú vagy több, de nagyhatalmú irányításnak szoktunk mi vélni vagy gondolni, az nem abba az irányba törekszik, vagy szerintem annak nem az a végcélja, hogy nekünk minél jobb legyen, hanem hogy ott valószínűleg ilyen egyéni célok vannak, tehát hogy nekik minél jobb legyen, és ezt nyilván lehetne még cizelnálni, meg alá bontani, hogy valójában mit jelent már ez abba a térbe. De a, el fog jönni az a, az, az időszak és az a, az a kor, szerintem nem is olyan sokára, amikor ezek a dolgok szerintem nálunk, mint embereknél át fognak egy bizonyos értelemben olyan szinten mindenképpen értékelődni, hogy az, a, az amit eddig te mm, stabilitásként értékeltél, azok nyilvánvalóan az egyéni emberi kapcsolataid voltak. Ezt az elmúlt két-három generációban, vagy elmúlt két generációban, 30 évben teljesen megpróbálta a világ, vagy megpróbáltuk mi saját magunk, mert részt vettünk ebbe, átültetni az online térben. Ezek a kapaszkodóid megszűntek. Tehát tulajdonképpen most már az egész világ, és most nincsenek ilyen nagy drasztikus vízióim, de ha hagyod magad, akkor egyfajta embergyárnak a részévé fogsz válni. Tehát az egész világ arra tennál, akár technológiai, akár világgazdasági oldalon, hogy egyfajta embergyárat alakítson ki. Tehát téged azzá formáljanak, amire valójában a világnak szüksége van. És ez nagyon liberalizált, hogyha még ennyi politikai szintebe negatív szintbe lehet vinni, akkor ezért is vagyunk nagyon liberalizálva, hogy a Photoshoppal, által említett Photoshop példával ott az LMBTQ kapcsán nem a photoshop meg nem a fake news jelentek meg ezek a dolgok, hanem behozták nekünk a szakállas vérfit full premier planba a való életbe. És valahol ez az, ami tulajdonképpen fölebénzti a minden Szakásném, napi embert. Akkor a... azt. Igen. 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 Tehát, hogy valahol ez az, ami tulajdonképpen téged szépen lassan, mint a békát melegítés és fölolvaszt ebbe az egész történetbe. És eljutunk oda, hogy most megpróbálnak uh, a pozitív hozadékkal nekünk a tekintetbe előállni, hogy rendben majd, majd a technológia minket kiszolgál, mindent automatizálunk, és az embernek semmi másra, kétkezi dolgokra nem lesz szüksége. Magyarán kiveszik a vezeklést, én így hívom a kétkezi munkát, azt, amikor teremtesz valamit, nem csak feltétlen gondolatban, hanem kapász, építkezel, bármi más. Tehát kiveszik az ember életéből a vezeklést, és tulajdonképpen egy dolog marad, ők ezt mondják, hogy ö, neked marad csak a kreativitásod, neked csak a, me, maradnak a fölszabaduló energiáid, hogy neked ne kétkezi munkát a gyár mellett, vagy bárhol máshol kelljen végezned, hanem te már csak a teremtő kreatív folyamatoknak legyél a részese. Na és szerintem az vagy te, mint végtermék a végén az ember. Aki ezt el is hiszi. Akkor, van a, akkor lehet tulajdonképpen megnyomni a play gombot, vagy a start gombot az ember gyárban, mert akkor tulajdonképpen Ctrl-C, Ctrl-V-vel az agyon liberalizálás, én így hívom, végtermékeiként tulajdonképpen meg is érkeztünk. És ez mindegy, hogy most mesterséges intelligenciával, vagy modern robotokkal, vagy mivel próbáljuk meg fogjuk elérni. Szerintem uh, én bízok benne, tök jó lenne még akkor élni, hogyha, hogyha a Mad a mm, kora előállna. Tudom, hogy te nagy Star Wars fan vagy, én... Nem, Mad max is képbe vagyok. Na, szóval, ha lehetne küzdeni a, a gépek ellen valami olyan millióban, akkor, akkor én biztos, hogy ott lennék az első sorban. Biztos, hogy furcsa az én számból ezt hallani most jelen pillanatban, de valójában tényleg így gondolom, hogy ez a, ez a lépték, vagy ez a kor elkerülhetetlen, de hál' Istennek szerintem sokan vagyunk még, meg leszünk is, akik próbálják ezt azért a normalitás, normalitás határán tartani. Hát, kedves nézők! Kedves barátaim, fankadei dalokat és, és videoklipeket még promptolni nem, nem tudok. Gyanítom, nem is fogok. De a kórai kis azt hozzuk majd. Köszönöm. Az Egységházat se, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki az Egység neten továbbra is támogatna. Attila, én nagyon köszönöm neked a beszélgetést, marad benned valami, amit még mindenképpen ezt, mert nekem most ez így nagyon kerek volt, ezzel a képpel, akkor légy szépen, és majd a tengri ai akkor generáltasd le, le, hogy ott megyünk ma. ott a robotok ellen okay. ott, hogy, hogy maradt még benned valami? Rengeteg lesz... dolog, de azt majd szenteljük egy másik beszélgetésnek. Jó, 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 jó. nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.